Köszöntöm Önöket! Ez a Spirituál Televízió 320. adása. Változatlanul Hefner Attila vagyok. Remélem leszek is sokáig még, és remélem, hogy Önök is sokáig a nézőim lesznek, és sokan itt lesznek velem még. Bár mostanában a nézettségemet, ha nézem, figyelem, akkor nem nagyon tudok dicsekedni azzal, hogy gyarapodna a nézőszám. Természetesen bizonyára erről csak én tehetek egyedül. Az egyik nagyon régi barátom javasolta, hogy ne legyenek olyan hosszúak az előadásaim. Ő azt mondta, hogy szerinte 7 perc egy pont, amíg fogad most valaki, vagy mielőtt munkába megy, és reggeli után megnézi a dolgokat, akkor én azt hiszem, hogy akkor inkább nem csinálom. Tehát 7 perc alatt nem tudom Önöknek elmondani azt, ami az elmúlt 2 hétben történt, vagy nem tudom a világ jelenségeit megfelelően levezetni, elmondani a benyomásokat, és nem tudok tanítani, nem tudok okosítani, hiszen például a gyermekeim már egészen pici koruktól kezdve, amióta iskolások, 6-szor, 7-szer, 8-szor, 40-45 percet, és hagyjuk a rövidített órákat, meg hagyjuk az elmúlt pandémia időszakot, de bizony 8-szor, 45 percet leülnek is az egyetemistákról, meg középiskolásokról ne is beszéljünk. Fakultáció, meg utáni edzés, tehát milyen jó lenne, hogyha 7 perc alatt meg lehetne oldani egy konditermet, és már izmosak lenni, ugye, tehát ezek hülyeségek, de tiszteletben tartom azokat, akik 7 percben gondolkodnak. Ugye már sokszor elmondtam az elmúlt filmjeimben, hogy általában egy óvodásnak a figyelő képessége körülbelül 10 perc. Most ehhez képest, hogyha én képes vagyok megnézni egy 2-3 órás, nagyon nehezen előadást, mondjuk enyhe cigi szünetekkel is, akkor is azt mondom, hogy egy 30-40 perc szerintem az elviselhetőnek kell, hogy legyen egy felnőtt embernek. Amennyiben pedig nem, akkor nem nincsen fuvarkényszer, tehát nem kötelező mindenáron az én okoskodásaimat, az én iránymutatásaimat, vagy meglátásaimat nézni, tehát nem kötelező, valóban nagyon szabad a pálya, és ugye nagyon sok különböző platformon. Én például mostanában a családdal foglalkoztam, magammal főztem, ugye, fát vágtam, begyújtottam, vendégül láttam Anna lányomat, nagy örömmel, messze lakunk ugyanis egymástól, és sok más embert is vendégül láttam, és sok-sok embernek készítettem dobot, és voltam sok-sok helyen vendégségben, és különösebben nem gondolom azt, hogy nekem minden este a cserépkája mellett, vagy bárhol 2-3 órát kell 20-30 embernek élőzni, hogy tovább is, hogy mi a helyes, mert ők is miért engem néznek, tehát már eleve nem tetszene ez. Én ezzel nem akartam senkit megbántani. Ennek a mostani kis adásomnak a címe véget ért egy fejezet, tehát ez egy ugye nagyon fontos, ugye újévi műsor. Pár nap múlva kezdődik egy új felvonás, véget ért egy fejezet, ahogy a régi nóta mondja. Nem tudom most sajnos bejátszani, mert akkor rögtön szerzői jogok miatt törlik az adást, tehát ezért eléneklem. Milyen kár, hogy cserben hagytál, milyen kár, hogy másé vagy már, la 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 la, nos már véget ért egy fejezet, véget ért egy fejezet. Tehát itt volt a bejátszás, és ezen belül pedig ugye óvakodj a törpétől. Nagyon fontos, megint egy másik régi dologról beszélek, félig horror, félig kamaszkoromból ismert film, félig ilyen bohózat, szatíra, amely
nagyon fontos, és hogy majd mindjárt elmondom önöknek, hogy miért beszélek én arról, hogy óvakodj a törpétől, vagy óvakodj a törpéktől, de lehetne ennek az előadásomnak a címe, hogy Squid Game, fuss az életedért, peregy, ugyanis ugye, ha, aki látta ezt, nem reklámozom, ez egy borzasztó, kemény, tényleg lelket, szellemet megviselő horrorisztikus sorozat, mely abszolút a valóságról szól, tehát arról szól, kóraiak készítették, de arról szól, ami a jelenkor, és valahogy tulajdonképpen, valahogy akkor maguknak a kedves nézőim találják ki, hogy akkor melyik cím tetszik. Nekem egyik sem, én legszívesebben azt mondanám, hogy feltámadás, feltámadás, vagy mondanám azt, hogy véget ért egy fejezet, Dosta, Konyec filmu, mentek a susnyásba, és megyünk előre, és végre élvezzük az életet, amire születtünk boldogan. Nem akarok ilyen nagy-nagy körmondatokat és nagy kitérőket mondani, de nagyon kell vigyáznom arra, hogy mit mondok, ugyanis tudják rólam, ugye, hogy az előző 318. adásomat egy nap alatt törölte a drága közösségi portál, ahol most például jelentkezem, a YouTube, pedig több ezeren megnézték, és érdekes, hogy nem egy hónap múlva, amikor már megnézték 100 000-en, hanem rögtön egy nap múlva, amikor még csak 3 000 ember ez jutott el, ez nekem hatalmas nagy megtiszteltetés, mert ha most azt nézzük, hogy Squid Game, vagy fuss az életedért, ugye mit jelent ez? Ha megfigyelik a kedves szülőnézők, akiknek vannak gyermekeik, mint hogy nekem 6-szor volt szerencsém ilyen csodában gyönyörködni, minden rossz és minden hátulütő mellett, ami ezzel jár. Az összes gyermekünket, és már a fiatalabb felnőtt egyedeket is, ahogy ők neveznek minket, már kora kamaszkortól a számítógépes játékok segítségével arra ösztönöztek, hogy fussunk az életünkért. Tehát minden ilyen játék egészen már az óvodások részére is, ez a Mario, meg mit tudom én, ezek a tipikus játékok. És a legkomolyabb és legnagyobb játékok is mindig szinte lépések, több, ugye ott van több élet is, a valóságban már nem ilyen egyszerű. Ott nekik lehetőségük van arra, hogy másokkal együtt játszanak, legyen ellenség, akkor minden, aki együtt van, az ellenség ellen dolgozik, tehát már katonáskodás van, már pusztítás van, fegyver van a kézbeadva akár egy 10-11 éves gyereknek is. Csak ugye hozzászoktak ahhoz, hogy ott, ha meghal valaki, vagy van, ha meghal, akkor van 5 élete, ha nem hal meg, akkor pedig újra kezdheti a játékot. Nem tanítják meg arra, hogy nincs sem 5 élet, és nincs újrakezdés. Az én tudásom szerint van újrakezdés, csak az elég nagyon-nagyon-nagyon-nagyon újrakezdés. Tehát ez nem olyan újrakezdés, hogy Kovács Árpika 12 éves korában onnan folytatja, hanem megint megy vissza a susnyásba is valahol nagyon mélyen. Az univerzum egyik másik, vagy a multiverzum egyik másik zugában, mondjuk Béka királyfiként születik, vagy Esztergályosként, itt ami alsó Delhiben. Nem olyan egyszerű ez a fuss az életedért, és véget ért egy fejezet. Milyen lesz a következő, kedves drága? Ön be van készítve egyébként a pezsgős pohár, bor van benne, majd azért egyet, ahogy szokták, új évi köszöntőt mondok, ha nem törlik az adásomat, igyekszem vigyázni arra, hogy mit beszélek. Nagyon fontos dolog. Sokáig töprengtem, hogy építsem fel ezt a műsort, hogy rövid legyen. Ugye nem 7 perces, de azért tényleg igyekezzek kevés energiát és figyelmet elvenni a kedves nézőktől. Ugye nem csak főzni szoktam karácsony előtt, a
tudom, hogy hogy legyek ne szó kimondó, megpróbálok valahogy ilyen, most már nekem virágnyelven sem szabad beszélnem, ugyanis nekem még külön nehezítették ezeket a pályákat, ugye, hogy fuss az életedért, tehát az átlag embernek csak simán, ha már eljutott decemberig, 2022-ben, akkor meg ömlik a piros pont, hát ugyanis ilyen nehéz volt ez az év. Nekem különösen nehéz, mert nekem még a megélhetésem is ugye már ezen a közösségi csatornán, például a Google vagy a YouTube csatornámon is, nem mondhatok bármit ki. Tehát még az nekem külön kihívás, ugye ahogy ezt mondják, a mai modern gyermekeknél is ugye, hogy na, ki tud több, mit tudom én, kakaót meginni, vagy mit tudom, sörvisli, vagy viszkikóla, vagy mit tudom én, vagy hány felest, hogy ismerik ezt, hogy egyén meg egy nagy kanál, mit tudom én, zsírt, vagy sót. Tehát nekem ez a kihívás, ez még külön megtiszteltetés, hogy ilyen nehezen megy, hogy még virágnyelven sem mondhatok ki bármit, tehát még arra is kell vigyáznom, ha már virágelvtárs, hogy a virágok közül melyik virágot választom, tehát nem mindegy, ott is vannak szintek. Tehát én nekem a virágnyelv beszélés művészetét is egy nagyon magas fokra kellett ám kifejlesztenem, ahhoz, hogy egyáltalán még önöknek itt dumálhassak, vagy akár másik platformokon. Világos, hiába, most ez egy lecseszés is a kedves nézők részére, hiába hoztunk létre Fekete Attila barátommal kettő nagyon komoly saját szervert, saját önálló portált. Úgy tűnik, hogy önök, kedves, drága, aranyos nézők nagy része nem volt erre nyitott, nem jöttek át oda. Tehát engem senki se vádoljon, mert ugye rengeteg kommentet kapok, hogy Attika, te nagyon hülye vagy, öcseim. Mert hogy miért ragaszkodsz ehhez a portálhoz? Meg mit keresel te a facebookon? Hát csinálj, hát mennyi, ott van a, mit tudom én, és akkor mondja, hogy mi. Orosz portál, bijút, meg ki se tudom mondani. Köszönöm szépen, megcsináltam. Köszönöm a tanácsokat, megcsináltam. Oda is felmentem, ott van, ott vagyok fent. Kutya se jött oda utánam. Itt vártak sokan, mindaddig, amíg nem kaptam meg azt a büntetést, hogy vagy nem kapok, nem sorolnak fel, nem fut fel a legújabb adásom. Ugye nincs reklámbevételem, nincs a kérésem ellenére sem akarnak velem reklámbevételi szerződést kötni. Nem akarnak engem. Tehát nekem extra full fuss az életedért játszmát kell lejátszanom, és úgy, hogy bármikor vége, finish. Köszönöm neked élet, köszönöm neked drága sors, és köszönöm neked drága YouTube, hogy még nehezítitek is az életemet. Egyébként annyira egyszerű volt a mostani 2022, de remélem, és akkor tényleg rövidre fogom, hogy a 2023-as év majd ettől már egy jobb, könnyedebb világot hoz, annak ellenére, hogy a sok-sok jós, asztrológus és okostojás, mágusnak kinéző kollega, guru, ugye, meg tanfolyamos ember, meg megmondó ember, akiket nem törölnek, akármit mondanak, kimondhatják bármit, egészségügyi információkat, beszélhetnek a szennyoldalról, szíthatják a pápát, szegény drága, na erről sem beszélhetek, de tényleg úgy tudom, hogy haldoklik az előző pápa, a Ratzinger bíboros, és ugye ők beszélhetnek róla is, és mindenkiről bármit, én kívánom neki, hogy kerüljön oda, ahova a legjobb tudása és érdemei szerint kerülhet.
mindegyik őjüknek, az angol királynőnek is ezt kívántam, de én nem kívánhatom, nem mondhatom ki, hogy tulajdonképpen mit akarok, és valami irgalmatlanul nagyon megnő az önbizalmam. És irgalmatlanul nagyon jól érzem magam, mert nekem sokkal nehezebb, és a sokkal nehezebb, az sokkal fejlettebbé tesz. Sokkal árnyaltabbá tesz, sokkal intelligensebbé és erősebbé tesz, mert a magyarok például, majd most mondok önöknek egy pár példát arról, hogy mennyivel nehezebben élnek, és mennyivel mondhatják, hogy préda nemzet, és préda emberek vagyunk, és prédaként viselkedünk ebben a mostani, amiről megint nem beszélhetek, mert pogy, rögtön törölnek, de például ebben a háborúban, ami itt folyt, tatódik. Most már egészségügyi dolgokról nem beszélünk, ugye? Nem, az nem szabad. Itt folytatódik mellettünk, tőlünk keletre. És ugye egyedül nálunk van rendkívüli hadi állapot. Pedig nálunk nincs háború. Máshol nincs. Egész Európában, az egész Európai Unióban, sőt, még talán szerintem van sincs. Kimondtam, bocsánat. De nálunk az van. És legyünk büszkék az elnyomóinkra, hogy azt gondolom, hogy nekünk megnehezítik ezt a fuss az életedért játékot, ezeket a pályákat külön kis vudú cuccokkal, ping, bim, pong, bim, pang, pegy, snus, buf. Sokkal kevesebb, sokkal nehezebb. Legyünk erre büszkék? Mi még prédább vagyunk az összes többinél. Tudjuk, hogy miért, de nem, most nem mondhatom ki. Beszélhetnék akár 20 órát arról, hogy mi történt az elmúlt évezredekben és évszázadokban, az elmúlt évtizedekben főleg, hogy csesztek ki velünk, de nekem ezt se szabad elmondani. És kihívás. Még ez is egy kihívás. Azt is megadhatja az a nagy Úristen. Helyre gőrejtem, helyre gőrejtem. Azt is megadhatja az a nagy Úristen. Szóval nem csak főzni szoktam, és nem csak a szakácskodásnak az egyik gyakorló alanya vagyok már idestava 35 éve, hanem nagyon-nagyon nagy előszeretettel nézek csatornákon, YouTube csatornákon, főleg egzotikus, vagy akár egészen benszülöttes, vagy kultúrkörökbe tartozó szakácsoknak a műsorait. És van egy nagyon nagy kedvencem, a Viktória és a férje, a család, akik Nyugat-Ukrajna területén készítenek videókat, körülbelül 2 éve fogok bejátszani ebből. Remélem, hogy ez nem lesz baj, és nem fogják emiatt törölni az adásomat. Igyekeztem ezért technikailag úgy megoldani ezzel a kis karácsonyfával, meg így állóban, hogy lehessen mögöttem valami, és ne legyen mégsem zöld háttér. Szóval azt látom, ugye rajongója vagyok ennek a Viktóriának és a férjének, nem kell semmi rosszra gondolni, mert valóban nagyon, nagyon kiváló emberek, oroszok egyébként, Ukrajna nyugati részén laknak, oroszul beszélő emberek. És a háború alatt, tehát amiről mi azt gondoljuk, úgy tudjuk, hogy ott nagyon-nagyon komoly háború zajlik, és véletlenül az is zajlik, ugye én nem jártam ott,
De ők gyönyörűen megerősödtek, 1 millió követővel rendelkeznek, kurta egy év alatt, tehát gyakorlatilag az elmúlt időszakban, ahogy, amikor nálunk például már 600 forint volt az alma januárban, ez év januárban, tehát 2022. januárban, náluk, ahogy nézem a januári-februári műsorokat a piacon, amikor kimegy bevásárolni a drága, akinek drukkolok, és nagyon nagy követője vagyok, és nagy tisztelője, hódolója. Ezt most őszintén mondom, hisz remek szakács, és szép nő, szép asszony. Ő náluk érdekes módon magyar pénzre számítva 80 forint volt tavaly februárban az alma. A legkiválóbb alma. És úgy kezdtem el nézni, hogy mi van? Hogy van ez? 80 forint? Hát nálunk mikor volt 80 forint? De nem csak az alma, a hús, a fűszerek, az összes dolog. Ugye tudjuk azt, hogy csak Magyarországon nincs cukor. Ugye, bocsánat, állítólag, nehogy véletlenül emiatt törőjék a csatornám. Hogy nálunk tényleg most már luxusziknek számít a sajt, a trapista, a mindennap trapista, a legolcsóbb is, már majdnem 5000 forint, vagy már talán 5000 forint, tök mindegy, vagy 6, tek, napról napra változik. Pedig nálunk nincs háború, nem lövöldöznek, nem bombáznak, nincs katonai mozgósítás. Ennek ellenére azon a helyen, ahol meg ott van, ott mai napig is ugye van a gránátalma, a strúc tojás, a luxus dolgok, ugyanígy van Oroszországban, Moszkvában, bárhol, és ugyanígy van az USA-ban, és ugyanígy van Európa, talán összes országában, talán az egész világon, mindenütt van cukor, minden, mondjuk én nem vagyok cukorpárti, meg krumpli, ugye az is luxus sziklet, meg ne is soroljam, mert nem méltó ez, ugye, a véget ért egy fejezet utána az új év köszöntéséhez, nem méltó, leszarós az, hogy most akadok itt ki azon, hogy most a tepertő az drágább, mint a csirkemell. Hát gyerekkoromban a szalona meg a zsír az a szegények eledele volt, meg a krumpli. Tehát hagyjuk. Jó, tehát hagyjuk. Nem, le is engedtem magam, nem is húzom fel magam. Nem húzom, fújom fel magam, mint egy béka. Tehát csak annyit akartam mondani, hogy így vettem észre azt, hogy tulajdonképpen valami nem stimmel. És ugye óvakodj a törpétől. Ez szintén az adásomnak az egyik alfejezet címe, hogy miért mondom ezt? Hát tele van törpével az összes, a diktátor, mint olyan, mint műfaj. A diktátor faj, akkor így mondom, hogy ne legyen nagy törőjérek emiatt, nem is mondom, hogy faj. Tehát a diktátorok és a különböző kult, és nem a magasságra gondolok, tehát jelenleg is ugye a világ első számú agresszornak minősülő kín elnök, ő nem a magas emberek családjába tartozik, és ő intellektuálisan is nézhetjük, de máshol pedig akár magasabb, bármelyik másik uralkodó, vagy ha úgy nézzük, az ellenpólus, például az USA jelenlegi állítólagos elnöke, a nem éppen fiatal korát élő drága öreg harcos, a Joe bácsi, hát ő pedig ugye nem mondanám azt, hogy nem a magasságával van baj, hanem inkább az intelligencia hányados és a teremtő képességnek a teljes maximális kitöltésében nem tud annyira nagyon, hogy mondjam még, hogy teljesen érthető legyen, hogy ne legyen mégse sértő, vagy nehogy azt mondják, hogy rasszista, vagy mit tudom én,
pisi, bepisilés ellenes vagyok, vagy ilyesmi, értik. Tehát, és hogyha megnézzük, ugye a magyar vezérkartnak a főnökségében sem kimondottan colos emberek vannak, tehát ha a belügyminiszter tekintjük, vagy az állítólagos miniszterelnököt, akkor nem gondolnám, hogy olyan nagyon az élmezőnyben nagyon nagy kiugrások lennek. Gyakorlatilag szerintem, hogyha az Orbán Viktor Mihály nevezetű általam sokak tudják, hogy nem különösebben nagyon elfogadott és kedvelt embertestvérünk, vagy hogy mondjam szebben, nem lenne, akkor nem is tudom, mi lenne holnap. Ugye mindannyian halandók vagyunk, látjuk az előző pápát is, hogy látjuk az angol királynőt is. Ugye látjuk folyamatosan a különböző nagy-nagy egészségügyi cégeknek beavatkozás, már most nem is mutatom, kiváltó cégeknek a vezetőit. Sajnos mindannyian meghalunk, ezt tudomásul kell venni. Meg is fogok én is halni, lehet, hogy még most, ebben a pillanatban, vagy ma este, vagy holnap. Tehát nem szeretnék ebből viccet csinálni, de láthatjuk, hogy mennek el az emberek, mennek el azok a vezetőnek kinéző, vagy önjelölt vezetők is, és senki ne reménykedjen abban, hogy nem lesz felelősségre vonás, és nem lesz, mint ahogy a Nürnbergi per során azért csak történt valami nagyon komoly felelősségre vonás, ebben a mostaniban is meg lesz. Tehát én változatlanul csak azt tudom mondani, és akkor legvégső témának mondanám, amit akarok, még folytatom, ha engedik, és ha kíváncsiak rá. Tudom, reklám, vége, hogy nem, még egy reklám, most sáfogat, így, vége. Szóval, aki jelenleg arról beszél, csak közben az agyam járt, hogy mondjam virágnyelven, legvirágabb nyelven, aki mostanában arról beszél, hogy az emberiségnek túlnövése van, hogy úgy mondjam, hogy virágul mondjam, és ezt le kell kaszálni, ugye, ilyen egyszerű. Nem azt mondják, hogy születésszabályozás. Én mutatok önöknek most egy nagyon aranyos, kedves, ilyen, és akkor rögtön megértik, hogy mire célzok. Egy gurú, ugye, egy ilyen nagy, akkora szakállas, nagyon indiai fejű, nagyon turbános, drága, aranyos testvérünk, idézőjelben Kett, aki úgy megbukott, mint a, hogy kell. Ugye, ez a drága, aranyos rőtszakál, ez a állítólagos gurú, nem tudom, hogy ki nevezte el, talán önmagát, ilyen nagy turbános, nagy megmondó, békeharcos, ezt imádom, a békeharcost azt mindig imádtam, tehát az milyen jól hangzik, békeharcos, értik? Tehát képes bárkit legépelni a békéért, vagy béké, a nemes feladat reményében. Ez az ember, én mivel 30-35, talán 40 éve ebben a témában vagyok itt Magyarországon, ebben az életemben, soha nem hallottam a nevét, és egyszer csak pár hónapja látom, hogy van egy ilyen ember. Szomorú szamuráj, vagy nem tudom, szomorú gurú, vagy nem tudom, hogy kell, nem mondom, direkt nem mondom a nevét. Jó, legyen ez egy kvízjáték, így ilyen újévi találós kérdés. És akkor kiderült, hogy ő már 2019-ben az összes békekonferencián ott volt, mindenütt. Ő nagyon-nagyon-nagyon illetékes elvtárs, soha nem hallottunk róla, ugye kihalt műfaj ez már, ugye annak idején az Osho, vagy a nem akarok bántani senkit, mindenkit szeretek, a Srimnoy, vagy a Baba, Szajbaba, vagy Sajbaba, ahogy én nevezem, és őket tényleg tiszteltem, és becsültem, és majd lesz egy meglepetésem is önöknek, mert ugye annak idején egy filmet forgattam, az első magyar filmet, én csináltam Sajbabáról, vagy Szajbabáról, de most ezt hagyjuk. Tehát végig sorolnám ezeket a gurukat, akiket ismertem, vagy személyesen, és akkor lámákról ne beszéljünk, csak egészen a csúcs kategóriáról beszélek. Azért ezt az embert soha nem láttam azelőtt, ezt a szomorú gurut. Ez úgy megjelent, ugye nincsen előzmény, hát ezt nagyon ismerjük, tehát mint egy ilyen
mint egy debütáló színész. Mert kiderült, hogy 2019-ben ő már riportokban elmondta azt, hogy az emberiség túlnépesedett, és ő támogatja azt, hogy már pedig meg kell nézni, majd beteszem a linket, hogy finish, tehát vége, nem lehetünk ennyien. Tehát már az ősök is megmondták, de és akkor még majdnem, hogy a legnagyobb mesterekre hivatkozott, az ős tanítókra, hogy már akkor is megmondták, hogy 9 milliárd az sok, még 4 is sok, tehát erre az a megoldás, meg kell érteni, nem fértek fel a hajóra, finish, vége. Na ilyen, amíg drága aranyos gurunk, és kiderült, hogy pont a Klaus Schwabnak a rendezvényein léptetik fel, és ott mondja ezeket. Szörnyű. Tehát már, hogy ovakodja a törpétől, értik, ugye? Ugye Indiában, ha végigmennek, ahogy a Brian élete filmben láthattuk, a próféta soron, ugye Delhi, itt tudom, 8. kerbe, 240 darab ugyanilyen van. Akkor a turbán, meg akkor a szakál, meg szöges izén áll, fekszik, hasal, mit tudom én, be tudja saját magának kapni a seggét, és $2 elmondja a tutit, és meg lehet tőle venni $1 hogyan fog megváltani az ópium 3 perc alatt típusú guruk, ugye? Kb. Ez a típus, és akkor ehhez ugye külsőséget, meg minden. Köszönjük szépen. Nagyon-nagyon köszönjük a tanítást, mester. Köszönjük szépen. Ennyit szerettem volna erről. Most erre futotta, nem fért bele 7 percbe. Helyregő rejtem. Boldog új évet kívánok önöknek, hozom a poharam. Üdvözli önöket a kis sünis. Boldog új évet kívánok, erőben és sikerekben gazdag, ugye még nem most lesz, hanem majd az ázsiai, vagy hun, vagy kínai új év lesz az igazi nagy átütő változás, de én már érzem a zsigereimben, hogy jön, itt van a kertek alatt. Boldog új évet, egészséget, harmóniát, túlélő képességet, óvakodjanak a törpéktől, óvakodjanak az álguruktól, báránybőrbe bújtatott farkasoktól, keressék az igazi farkasokat, itt vagyok, csókolom, jó estét kívánok, hamarosan le lesz szedve a fa, utólag kívánok mindenkinek boldog karácsony ünnepeket, nagyon szépen kérem önöket, ne felejtsenek el, ha törölik az adásomat, megtalálnak a spirituál tövő, .eu oldalon, a Facebookon keressék az Ébredők szigete oldalamat, ott fogom most felépíteni az új kis közösséget, évek óta működik, és keressenek engem, Hefner Attila vagyok, és nagyon-nagyon szépen megköszönöm azoknak, akik egész évben támogatták az adást, sokszor nehéz hát áldozatot hoztak a működésünkért, mert ugye többen vagyunk, család, kollégáim, és nagyon szépen megköszönöm, hogyha továbbra is támogatnak, és hogyha akár egy online átutalással, akár egy PayPal átutalással, akár egy szerény összeggel, vagy egy sámándob megrendelésével, vagy egy mandala, vagy egy szakrális tárgy alkotás, a feleségem által készített alkotás megrendelésével támogatják az adásunkat, ránk fér, tűzifa, sajt, ugye krumpli, minden játszik, kamera elromlott, stb. Köszönöm, hogy itt voltak velem, jó egészséget!